Sziasztok! Fújd el a járművet, Karel! Megint előre húzta a gyűlést, nézd meg a mélyen, és sosem fog tudni beülni. De várjál, a hátra tört. Hoppácska! Az egész sor, érted? Egyszerre mozdul a sor. Károly, a híres magyar film az Üvegtigris után ugye egy mondatot tudunk mondani, hogy impala vagy semmi. Igen. Nagyon csinos kocsi ez. Azért kaptuk még, mert kabrió, és még azt gondolt, hogy az utolsó napokat használjuk ki? Így van, szerintem ez még máma, és még a héten is ez alkalmas erre, hogy most menjünk még kirándulni vele, egyet tudsz járni nyár végén. Úgyhogy próbáljátok ki. Mit szeretsz benne? Mesélj, Chevrolet, végre amerikai autó. A nevét? Impala. Hát próbáld hallgatni, milyen csengés van, hogy szorog, hogy Impala. Hát ugrál. Hát látod magad a előtt állat, a szavannába, a hosszát. Nem is fut, hanem így gyakorlatilag így repked. Igen, na hát ez körülbelül az az érés, ez nem repked ma a kugrálnod, de ez gyönyörű szépen megy folyamatosan. Úgyhogy megfogod látni. Ilyen élményed még úgyse volt amerikai kocsiban. Mielőtt beleülünk, utolsó kérdésként, ültél hátsó ülésén? Ebbe még nem. Akkor elhúzunk vele. Én ezt mindig érvedem. Arról beszéltek? És lámpa van benne elő. Ez óriási, ez egy nagyon, nagyon komoly extra. Ez hiányzik a mostani autókból. 1959, no biztonsági öv. És ez így homolog, már homolog szabályos, hogy mondják. Húzzuk fel az ablakot. Menj már! Ez nem az. Nem az, mert a ketten vakvágányra repültünk. Rámentünk a vakvágányra, ott van az elektromos ablak. Várjál már, klik, beindítom. És figyeld, ugye Sumi, mert le leszel ütve. Electronic window. Jó, van hátsó is, azt is felhúzzuk. Jaj, de hogy jött föl? Azt nézd meg. Tehát azért, figyelj már, a Citroen DS4-nek a Citroën DS4-nek nincs is hátul mozgatható ablaka. Ennek meg így megy le. Van benne egy ilyen... Beszélték Karellal, hogy mit kell tudni, ez egy széria bakelit lejátszó. Igen, mesélj a történetéről. Igen, kis lemezes. Igen. És állítólag most azért nem megy, mert van benne egy elhajlott lemez, ami úgy fenyő lemez, ami úgy elhajlott, mint fenyő. nem nagyon húzám balra a szett. Tehát mutatom a kormány közepet mutatom. Aha. Nagyon komoly, 1959-ben járunk, tök jó mutatói vannak, elképesztően feltűnő piros színe belülről, érthetetlen piros, egy kicsi Marilyn Monroe szeretőkép elől. Igen. És ugye azt mondta Károlyunk, hogy hátul milyen nagy hely van. Hát így, ahogy az egész sort hátratoltuk elől, azért hátul nincs akkora hely. Hát azért befélnénk szerintem. Azt mondom. Figyelj már a múltjáról. 58-ban mutatkozott be, az azt jelenti, hogy rögtön az... Tehát a második éves a kocsink, ami azért nem egy annyira rossz dolog, főleg, hogy relatív még mozog is. Igen. Háromféle motorral kínálták akkor, és háromféle váltóval volt, két sebességes, három és négy sebességes, nekünk egy három sebességes automatánk van, és volt sor 6-os motor, 3,7 literre, ez V8, igen, és volt egy 5-3 a személy 8, és volt egy 5-4, ez 250 lóerő, a 185-ös volt a sor 6-os, és ez 250. Hát hangja van? Fie, majdnem jobban gyorsul. Nem majdnem, jobban gyorsul. Jobban ment, mint a rossz. Na, tehát azért, ja. Ajaj. Kesztyű tartó. Szervófék, szervókormány. Szervó ablakok, sose csukódik ötöpet a kesztyű tartó. Jó, de mondjuk ezt egy kibérled, meg így elmész vele, vagy nem tudom, te... Penge. Integettek? Penge. Penge? Penge. Nekem mondod? Hát ugye vagy Impala, vagy semmi. Meghallgatom a hangját, nézzük. Na és ennek nem hülye az index hang. Ennek kellemesebb a hangja. De hogy ez azért ez a fék, ez egy... Jó, hát... Nincs biztonsági ér, csak szólom. Nem tudom, de egy első kapásra boldogabbnak néztek ki, mint múlt kertem, mikor a Rolls-Royce vezetett. Tehát miért? Jobban meg, mint a Rolls-Royce. Nem értjük, hogy miért. Tehát a lóerőben közel egykornak azon veszekedtünk, hogy befér-e hátra. Igazolja. Tehát hogy azt mondta, hogy nem férek be hátra, teljesen jobb beférek be. Pedig fullba hátra van tolva az ülés. Igen. A 76-os Rolls-Royce az nem tudott úgy menni, ahogy ez ment erőben. Kétségtelen módon ennek a futóműve egy kicsit labilisabb, de azt is megbeszéltük Janival,
hogy az köszönhető annak, hogy minden amerikai autónak labilisabb, még a moderneknek is. Hát borzasztó, de gyakorlatilag sokkal jobban megy érezhetően, mint a Rolls. És szerintem egyébként ez a súlynak köszönhető, biztos, hogy ez is nehéz, de szerintem azért a Rolls az még nehezebb. Meg, hogy hát zsiguli eleje van hosszúságban, viszont van mögöttünk még egy falu. Tehát olyan arányok vannak, hogy azt én nem is értem. Ott azt beszéltük, hogy egy kicsit olyan, mintha egy ilyen pick-upot vezetnénk, mert pick-upban van ilyen kormányátétel, hogy négyet ha jobbra, azt balra. És emlékeztek rá, hogy a régi amerikai filmekben, amikor vezették a kormányt, mindig húzták jobbra-balra. Dolgoztak, igen. Állandóan mozgott, és én gyerekkoromban azt hallottam a sógoromtól, hogy mindig azt mondta, hogy ez benn van, hogy valami stúdióban bejátszott, csak húzgálják a kormányt. Nem, ezt állandóan helyre kell vinni, és ez ilyen, ez tényleg ilyen. Borzalmas, konkrétan ezt észrevettem, tehát hogy mindig irányítani kell, ő nem megy egyenesen. Nem, az ember úgyhogy nem tud elaludni a kormány mellett, hogy szokjál mondani, hogy oda kell figyelni. Igen. De ami vicces egyébként, hogy kaptunk rá egy bekiabálást. Most már nem csak integetés van. Férfitől kaptuk, igen. Megint. Igen. De mit mondott? Nem emlékszem, de valami. Mi volt a szó? Penge! Penge! Azt kaptuk, hogy penge. Úgyhogy penge a gép. Károly, pár percnyi autózás és már egy pengét begyűjtöttünk. Nekem ez új dolog tulajdonképpen, minden mást hallottam már korábban, de ilyet mi nem.